Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Természetesen itt elsősorban szerelmi dolgokról van szó, de gondolhattok valaki másra is. Mit gondol az anyukád, hogyan érzi magát a testvéred, vagy mit fog tenni a főnököd. Tehát tulajdonképpen más személyre is gondolhattok. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a hold jelenti az éjszakát. Ez utalhat az álmokra, vagy az álmatlanságra. A hold jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket is, de azt is, hogy valami olyan titokzatos, vagy jelentheti az ő zárkózottságát. Nem csak az éjszaka jelenti ezt a visszahúzódást, hanem a könyv szintén a zárkózottságra utal. Persze a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a hold pedig az intuíciót, egy spirituális területet. És hogyan érzi magát? Itt látható a ház, tehát fontos a családi kapcsolat, fontos az otthon, vagy egy közös otthon tervezése, valaminek a kialakítása. Itt megvannak már az alapok hozzá, és az utak jelentik a döntéseket, a változásokat, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihat az otthonára, ez lehet egy változás, egy költözködés is, vagy másképp viszonyul a családhoz, hiszen a ház jelentheti a szülői házat, vagy a rokonokat is. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy útban van hozzád, és meglátogat téged. Milyen lépéseket tesz irányodba? Itt a park jelenti a nyilvánosságot, jelenti az elismeréseket, amikor ő is tudja azt, hogy mások észrevesznek téged, vagy találkoztok a nyilvánosságon, útban van hozzád, vagy felvállal téged a nyilvánosságon. És itt a medve jelenti az élet erőt, ebbe fekteti be az erejét, vagy ez az erő jelentheti a belső erőt is, a hitét, a bizalmát, hogy minden úgy alakul, hogy meg lesz az elismerés a nyilvánosságon, útban van hozzád, ki tudtok építeni közösen valamit. Mi köt össze benneteket? Itt látható a kereszt, ez jelenti a hitet, hisz ebben. Azon kívül hasonlóan, mint az utak, jelenti a kereszt a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, ugyanúgy, mint az utaknál is, ahogy ő ezt érzi is. Amit ez a kereszt még jelent, a sors utak kereszteződnek, lesz egy sorsdöntő változás. Itt van ugyan még a titok, a zárkózottság, de útban van hozzád, nyilatkozni fog, erősít téged, vagy te erősíted őt, és itt lesznek nagyobb változások.
És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!